Köszöntünk mindenkit a Loki Blog heti hármas adásában. Anderson van velünk. Sziasztok, üdvözlök mindenkit! Iceman. Sziasztok! Juve van. Üdvözletem! Én, Csibu, illetve hát ti kedves hallgatóink, köszönjük, hogy ismét figyelitek a műsorunkat, és hát már 2 hete volt az utolsó heti hármas podcastünk. A szünetre való tekintettel, a válogatott szünet miatt nem volt heti hármas adásunk. Most azonban így, mint látjátok, 4-en is itt vagyunk, hogy ismét kibeszéljük azt, ami a DVSC-vel történt az elmúlt hetekben, és essen szó először is majd a helyzet kihasználásról, aztán beszéljünk egy kicsit a védelemről, majd pedig tekintsünk előre a közeli jövőbe, hogy mi vár még majd ránk. Kezdjük is tehát az első témával. A helyzet kihasználás problémái mennyire állandósulhatnak szerintetek a következő mérkőzéseken? Ugye gondolok itt főleg a mezőkövesdelen arra, hogy több 100%-os zicsert is kihagytunk, olyan helyzeteket, amikről egyébként eddig nem szokhattunk hozzá, és gyakorlatilag a legnehezebb szituációkból talált be a DVSC, de az Újpest ellen is volt egy-két olyan helyzet, amit egy pontosabb befejezéssel gólra lehetett volna váltani. Mi a véleményetek a helyzet kihasználásról? Hát ezzel tavaly elég komoly problémáink voltak még Pontes idején, ugye ő is többször panaszkodott arra, meg hát mi magunk is láttuk a saját szemünkkel, hogy mennyi zicsert voltunk képesek kihagyni, ugye Wittek, Holman, Könyves, tehát sorolhatnám a neveket, mindenki ordító zicsereket hagyott ki. És érdekes módon idén ez eddig nem volt jellemző, hogyha olvastátok ugye az instatos elemzésemet, abból is jól látszik, hogy ha szigorúan csak a kaput talált lövéseket vizsgáljuk, most csak az ötödik és, vagy a hatodik és a tizedik fordulót nézem, a Vasas ellen 5 kaput talált lövésből 4 gólt szereztünk, a Honvéd ellen 4-ből 3-at, a Diósgyőr ellen 8-ból 3-at, Balmazújváros ellen 2-ből 1, és Felcsút ellen 8-ból megint csak 3. Tehát azért ez szerintem teljesen jó arány, de még ha csak a sima lövések számát nézem, akkor is azért az a 20-30-40%-os mutató megvan nagyjából, tehát szerintem ezzel nem volt eddig probléma. Viszont ezen a meccsen kijött az, hogy van két olyan egyéniségünk, ugye Mengoló és Sós, akik hát kicsit ugye önzőek, és ez abszolút kijött több szituációban is, mikor mind a ketten éles szögből inkább lövöldöztek, ahelyett, hogy összejátszottak volna többiekkel, illetve hát ugye Mengolónak volt egy nagyon nagy ordító zicsere is, ami kimaradt. Rá egyébként is jellemző szerintem ez a fajta kapu előtti pontatlanság. Írtam is az összefoglalóba, hogyha egy jobb befejező játékos lenne, akkor egészen biztosan az egész NBA legjobb légiósa lehetne, sőt legjobb játékosa, mert brutálisan gyors, nagyon jó az induló sebessége is, nagyon jól tud helyezkedni, jól tud bemozogni az üres területekre. Nyilván, hogyha emellett még jó befejező is lenne, akkor nem itt játszana. Tehát ezt mondtam is, hogy azért egy tökéletes játékos nem nagyon van az NB1-ben. Valamilyen hiányosságot el kell szenvednie mindenkinek, úgyhogy neki ez a hiányossága, de ha egy picit pontosabb lesz, akkor így is hatalmas erősségünk lesz szerintem. Én teljesen egyetértek ezzel a megközelítéssel, szerintem is Sós és Mengoló a kulcs ebben a kérdésben. Az elmúlt meccseken, pont amiket felsoroltál, azoknak a nagy rész, tehát Sós azok közül egyiken se játszott, illetve Mengoló is csak a Vasas és a Honvéd ellen, ha jól emlékszem. És ja, még a Diósgyőr ellen is, igen. Itt azon a hárman. De nem ő került általában azokon a meccsüken helyzetbe, illetve mondjuk a Vasas ellen berúgta, ami volt helyzete. De azért jellemző rá szerintem is a kapu előtti pontatlanság. Sósra pedig pláne, ami mondjuk furcsa, mert a szezon még nem így indult. Tehát az első fordulóban igaz, hogy lesről, de nagyon maga biztosan a kapuba talált. A második fordulóban tényleg csak Király Gábor bravúrja akadályozta meg a gólszerzését, és az is egy nagyon jó lövés volt. A harmadik fordulóban betalált, Fradi ellen is kihozta a helyzetéből a maximumot, tehát azt lehetett mondani, hogy az első 4 fordulóban, amikor játszott, hatékony volt a kapu előtt, nem igazán
akadt ilyen szempontból rossz megoldása, de mióta visszatért a sérülésből, azóta kifejezetten pontatlan, az Újpest ellen is kihagyott egy ordító helyzetet 1-1-nél, és ezen a meccsen is rossz volt nézni, hogy mennyi helyzettel kimaradt. Tényleg volt, amikor önző volt, volt, amikor egyszerűen pehje volt, tehát tényleg a legnehezebb helyzetből, például amikor az első félidő végén kapura lőtt, az tényleg alig került el a hosszú alsót. Úgyhogy kicsit sajnálom ezt a tendenciát, de mindkettejük esetében látok esélyt arra, hogy esetleg ez javulhat. És hogyha ez megtörténne ennél a két játékosnál, akkor kifejezetten nagy potenciál lenne ismét a támadó játékunkban a sérülések vagy sérültek ellenére. Szerintem azt kellene először is rendbe tenni azt a gondolatokat a fejükbe, hogy még mindig csapatjáték. És ugye Sós is visszatért sérülése után, lehet, hogy a túlzott bizonyítási vágy is, góllövési akarat is gátolja abba, hogy 100%-os zicserben a társához passzoljon, de ezt a csapat elsődleges szerepét, ha vissza tudjuk bele súlykolni, bele is és Mengolóba is, akkor az várható lesz, hogy mint amit említettél te is, Anderson, hogy a támadó triónk, duónk egy nagyon erős, veszélyes páros lesz. Igen, ebben a támadó trió duóban egyébként az az érdekesség, hogy, hogy gyakorlatilag nem feltétlenül csak és kizárólag a támadásokért felelnek, és nem kimondott támadók Mengolót kivéve. Tehát pont arról beszélünk egyébként hétről hétre, hogy igazából folyamatos csatárgondokkal küzdünk, mert hol Takács sérül meg, hol Tabakovics sérül meg, hol pedig Mengoló sérül meg. És ott van még negyediknek mondjuk Könyves Norbert, aki hát eddig idén egyetlen egy gólt lőtt, bár az arra nagyon nagy szükség volt. Úgyhogy nehéz ilyen szempontból szerintem a helyzetünk csatárokat tekintve, középpályásokkal viszont jelen pillanatban úgy érzem én is, hogy jól el vagyunk látva, és nagyon fontos, amit mondtál, hogy tényleg ezt kellene tudatosítani, hogy ez egy csapatjáték, mert mind Mengolótól, mind Sóstól is láttam a Mezőkövesd ellen olyan produkciót és olyan megoldást, amelynél egy passz vagy egy jobb bemozgás segíthette volna a társát, és így akár a csapatot is gólhoz vagy akár gólokhoz jutni. Mi lehet szerintetek egyébként a megoldás arra, hogy jobb legyen a helyzet kihasználásunk? Erre nincs semmilyen fajta megoldás, meg recept. Ez vagy jó, vagy nem, tehát most el nem tudok mit mondani, hogy, hogy mit lehetne ezen változtatni. Annyi, hogy nem kell önzősködni, meg koncentrálni kell helyzetben. Szerintem egyéni beszélgetés kicsit javíthat ezen, tehát hogyha Sosa és Mengolóval mondjuk leülne a szakmai stáb, és erről próbálnának beszélgetni, esetleg gyakorlatokat adni nekik, hogy tényleg bizonyos helyzeteket gyakoroljanak, akkor valószínűleg javulhatna ez az egész. De ezen felül tehát lehet bármit gyakorolni edzésen, ha a meccs helyzetben rosszul dönt egy játékos, azzal az edző sem tud mit kezdeni. Szerintem egyébként meg is lepődtek azon most, hogy milyen egy az egyes szituációba vihették rá a kapura, illetve a kapusra labdát. Ott igazából a játékos egyéni döntése a lényeges. Most több alkalommal rosszul döntöttek, de hát volt két olyan keresztlabda, amiből sikerült egy-egy gólt szerezni. Tehát azért nem fanyalgunk, ne értsetek minket félre, csak nyilván ez is egy érdekes része volt a találkozónak, és egyébként nagyon-nagyon sokáig úgy tűnt, hogy meg is bosszulják magukat a kihagyott zicserek, hiszen a Mezőkövesd a második félidőben nagyon a kapunk elé szorított. Igen, nem lesz mindig olyan gyenge az ellenfelünk védelme, mint a Mezőkövesdé volt, és más meccseken így még nagyobb jelentősége lesz a helyzet kihasználásnak, ez a kérdés főként ennek szól. Szerintem térhetünk is tovább a második témára, ami már nem a támadásunkkal, sokkal inkább a védekezésünkkel foglalkozik, amely én azt gondolom, hogy bámulatosan teljesít eddig, nyilván nagyon sok esetben a szerencsének is köszönhetően, viszont olyan régóta tartó, nagyon jó sorozatban vagyunk, hiszen 9 gólt kaptunk eddig mindösszesen, ezzel pedig a legjobbak vagyunk az egész NB1-es mezőnyben, tehát ez már olyan hosszú sorozat, amit nem lehet csupán a szerencsére fogni. Igen, és ráadásul a 9 gólból 2-t még az első fordulóban a Mezőkövesd ellen kaptunk, amire emlékszünk, hogy kilóg a többi meccs közül,
és nem is kaptunk ezen kívül egynél több gólt egy csapat ellen sem. A Fradi és Vidi ellen is összesen egy gólt kaptunk azon a két meccsen, és tényleg amikor esetleg betalál az ellenfél, akkor is legfeljebb egyszer. Ez önmagában is egy elég jó mutató. És többnél ugye pontrugásból. Az utóbbi pár meccsen már egyre gyakoribb volt az, hogy kapott gól nélkül sikerült lehozni. Elnézést, mit mondtál közben, Juvefan? Tehát, hogy soroltad, hogy ugye legfeljebb egy gólt kaptunk, én meg hozzátettem, hogy azt is többnyire pontrugásból, tehát akcióból nem tudnak ellenünk gólt. Hát igen, ez erre Pinyő is hivatkozott pont ellenünk, hogy hát ott kaptak ugyan két gólt, de mindkettőt pontrugásból, tehát ez nem is számít. De hát, mint tudjuk, valahol igazad van, hogy tényleg támadásból, akcióból nem nagyon tudnak mit kezdeni velünk, inkább pontrugásból, de hát egy védelmet ez is minősít végül is, hogy egy pontrugás ellen mennyire tudunk védekezni. Tény, hogy egyébként akcióból pláne nehezen szoktak tudni nekünk gólt rúgni, bár fordult már elő, de nem ez volt a legjellemzőbb. Úgyhogy érdekes ez a jelenség, és főleg annak tükrében, hogy a hátvéd sorunk azért idén állt össze, van benne rutintalan játékos is, tehát sőt nagy részt azért olyan játékosok szerepelnek, akiktől nem várnánk ennyire jó teljesítményt, tehát most Bényeinek egy NB1-es szezonja van, Kinyiknek nem volt még NB1-es meccse, Szatmári is tavaly kezdett el játszani, és azért régen nem úgy tűnt, hogy lesz belőle NB1-es focista, és Ferenciről meg tudjuk, hogy nem bal hátvéd. Tehát ez a hátvéd sor papíron eléggé harmatos, viszont egyre jobban összecsiszolódnak, nekik is egyre nagyobb az önbizalmuk. Az utóbbi meccseken Ferenci is feljavult valamelyes, nem azt mondom, hogy jóba a hátvéd lett, mert ez azért nagy hazugság lenne, de valamennyi pozitív változás azért látható nála. Kinyik abszolút kellemes meglepetés, egy tehetséges középhátvéd, még ha most hibázott is egyetemezőkövesd ellen. Szatmári nagyon kinőtte magát, az számomra kicsit érthetetlen is, de nagyon örülök neki egyébként, és Bényei is, még ha néha bizonytalan is, de azért minden meccsen nagyot dolgozik, és több szép mentésbe mutat, és támadásba is bekapcsolódik. Itt inkább ami az aggasztó, és amiben a negatív változás lehetőségét látom, a formahanyatlás mellett az az, hogy mennyire vékony a kispad, tehát jobb hátvédnek ott van Kuti csereként, aki most már inkább csatárt játszik. Aki a MB3 góllövő listáját vezeti 14 góllal, és tényleg a csatárt játszik, ez elképesztő. Mármint, hogy nem is MB3-ról beszélünk, bocsánat, megye egy, igen. Igen, de hogy ez érdekes egyébként, tehát lehet, hogy nálam mondjuk jobboldali középpályás cserének kéne őt, bár ugye középpályán sok játékosunk van, de még esetleg Jovanovicsot lehet oda hátra vezényelni jobb hátvédbe, de tudjuk, hogy az sem a legjobb megoldás, és akkor még ott van középhátvédnek Mészáros, Szilvási, akik szintén nem feltétlen tudják azt a szintet hozni, mint a két kezdünk, Ferencinek meg a cseréje Barna, akinek nincs is NB1-es meccse. Tehát gyakorlatilag akárki dől ki ebből a négyesből, már pedig előbb-utóbb sárgalap, sérülés, bármi ilyesmi miatt ez elő fog fordulni, akkor már bajban leszünk. Tehát Szatmári és Kinyik nagyon remekül kiegészítik egymást, az látható meccsről meccsre is, hogyha az egyik hibázik, akkor ott van a másik és megmenti az adott szituációt. Míg ez a négyes fennáll, addig nagyobb veszély nem is fenyeget minket. A sárgalapok eltiltások veszélyénél Mészáros még mindig képes olyan beugró teljesítményre, amivel az egyik közép hátvéd poszt meg van oldva. A szélső hátvédek kérdése, ami érdekesebb. Hát Ferencinek, hogy nincsen cseréje hosszú szezonok óta, az szerintem egy nagyon negatív képet mutat a klubról, a másik oldalt pedig ugye említettétek Jovanovicsot is, vagy Kutit. Tehát az a lényeg, hogy addig leszünk ilyen stabilak, míg ebbe a szerkezetbe bele nem kell nyúlni.
És erről sokat beszéltünk már egyébként, hogy mi lehet az oka annak, hogy ennyire kevés gólt kapunk, és hogy ilyen jól működik a védelmünk, holott ugye ezt is elmondtuk sokszor, hogy kikalkotják, hogy MB2-ből érkező játékosok, olyan, aki nem védő, tehát meg nem feltétlenül egy sztárkapus, de mégis jól kiegészítik egymást. Szerintem Bényei nagyon jól megoldja a jobb oldalt, Ferencinek a hiányosságaira ott van mindig valamelyik belső védőnk, és ugye erről is írtam az Insta elemzésből, hogy hát látszik, hogy Kinyik és Szatmár azért alapvetően más-más stílusúak. Kinyik inkább az, aki jól helyezkedik, és helyezkedésről oldja meg a védő feladatát, Szatmári pedig az, aki inkább ilyen emberfogó stílusú, és képes párharcokba is belemenni, és így jól kiegészítik egymást. Fiatalabb korukban, az utánpótlásban ilyesmi összeállításban játszhattak együtt? Szilvásiék? Vagy nem is Szilvási, aki utólag igazolt, hanem Szatmári, Kinyik, még akár Bényei is az eligazolása előtt? Bényéről tudom, hogy ő a Létavértesben focizott, azt nem tudom, hogy Szatmári és Kinyik... Én úgy emlékszem, hogy Szatmári és Kinyik játszottak együtt régen, második csapatban. Volt olyan időszak, amikor mind a ketten ott voltak, de talán nem volt ezért annyira nagy átfedés. Mert Kinyik, bár végül is szerintem volt, de volt ott átfedés, tehát mondjuk 2 évvel ezelőtt kb. Szerintem utána kéne nézni, de nekem rémlik az, hogy játszottak ők együtt. Viszont, nem, ennyire szerintem... azért szerintem fixen nem biztos, hogy játszottak együtt. Viszont ami szerintem sokkal fontosabb mindennél, amit elmondhatok, és bár egyet is értek vele, de én abban látom a kevés bekapott gólunknak az okát, hogy rendkívüli módon megerősödött a középpályánk, és rendkívüli módon játszik a középpályánk. Ezt megérezzük támadásban is, ennek köszönhetőek a góljaink, a helyzeteink, és ezt megérezzük a védekezésben is, mert azt látjuk mérkőzésről mérkőzésre, hogy a védekező középpályásaink tényleg védekező középpályások, hogy a szélsőink visszafutnak és besegítenek a szélső hátvédeknek, hogyha kell, akkor pedig a csatárunk is, vagy a csatáraink is hátra jönnek és próbálnak szerelni, hogy Tőzsértani tud irányítani, tehát igazából a csapatunk pozitív szereplését én leginkább a középpályánknak a stabilitásában látom, és ebből is én azt az alapigazságot szűröm, amit már nagyon sokan elmondtak korábban, hogy a mérkőzéseknek a többsége az a középpályákon dől el, és ott lesz nagyon-nagyon érdekes minden mérkőzés, hogy a középpályás sor hogyan tud teljesíteni, akár támadásban, akár védekezésben. Eddig egyetlen egy olyan mérkőzésünk volt az első fordulóban, ahol egynél több gólt kaptunk, akkor a Mezőkövesd ellen vesztettünk ugye 2-1-re. Minden az követő mérkőzésen vagy 1 vagy 0 gólt kaptunk. 0 gólon tartottuk például a Ferencváros, de még a Videotontól is csak egyetlen egy gólt kaptunk. Ezeket a találkozókat is meg lehet nézni, és nyilván lehet rájuk azt mondani, amit akkor ki is beszéltünk alaposan, hogy nem teljes elszántsággal küzdöttek ellenünk ezek a csapatok. Viszont mindettől függetlenül mindegyik mérkőzésen észre lehet venni azokat az apró jeleket, amik azt mutatják, hogy a középpályánk milyen stabilan és milyen jól játszva szerepel, és mennyire csapatként van jelen a pályán. És szerintem, hogyha Herceg András lehet valamiért dicsérni, akár a múlt, akár a jelen miatt, akkor az pont ez, hogy a középpályát nagyon össze tudja fogni, és a középpályával pedig nagyon össze tudja tartani a csapatot. Van egyértelműen igazad van, hogy a Mezőkövesd ellen is azt emelte ki az első forduló után a 2-1-es vereségnél, Herceg András, hogy a középpályás védekezésünk borzalmasan gyenge volt, és akarat gyengén játszott a középpályán, nem támadták le az ellenfelet, nem voltak agresszívak. Tehát ebben a részben egyetértek, és tényleg egyébként abban is igazad van, hogy azért a középpályásaink rengeteget besegítenek a védekezésben, és tényleg a csatárnál kezdődik ideális esetben a védekezés. Ami viszont érdekes ezzel együtt is, hogy amikor elkezdett feljavulni a védekezésünk, vegyük azt, hogy nagyjából a Paks meccs után, tehát a Paks és az utáni meccsek, akkor még nem a középpályánkon volt személyi változás,
hanem a védelmünkben. Tehát akkor épült be kinyik és bényei, és igenis a személyváltozások is már hoztak egy pozitív elmozdulást. Tehát, hogy nem csak a középpályás védekezésünk feljavulása áll mögött, hanem ténylegesen a személyek is. Tehát én Bényei és Kimik csapatba állításánál éreztem azt, hogy elkezdett javulni a védekezésünk, és az, hogy a Fradi ellen úgy le tudtuk nulla kapott góllal hozni a meccset, hogy egyébként még Holman ott volt a csapatban, akiről tudjuk jól, hogy milyen szinten vett részt a védekezésben, például, vagy Filip, aki nem játszott élete formájában. Szóval ezekkel együtt ez bravúr, és tényleg ebben szerepe van Bényeinek is, meg Kinyitnek is. Hát, hogyha nincsen több gondolatunk a védelemről, akkor térjünk rá arra, hogy mi várhat ránk a következő egy-két hétben. Ugye most október 21-én szombaton DVSC haladás, ráadásul kettős rangadó, hiszen a Nagy Erdély stadionban a mi mérkőzésünket követően játszik majd a Diósgyőr találkozót. Aztán 28-án a Paksot fogadjuk, szintén hazai pályán, majd pedig a válogatott szünet előtt még a Ferencvároshoz látogatunk. És említsük el, meg a így van, hogy október 25-én bizony Monorra látogatunk majd. Az a Magyar Kupa forduló is egyetlen egy találkozóból áll, tehát ott kell mindent beleadni, de nem hiszem, hogy gondot okozna a továbbjutás a DVSC-nek. A többi mérkőzéssel mi a helyzet? Vagy mi ezzel a négy mérkőzéssel a helyzet szerintetek? Megszakadhat a sorozatunk, vagy most már pláne kötelező behúzni a következő mondjuk három találkozót? Mire számítotok? Igen, erről is beszéltünk korábban, hogy most egy könnyűnek mondott sorozat kezdődött meg ezzel a mezőkövesdi mérkőzéssel. Tehát ez a három meccs, ami így Kövesd, Haladás és Paks, amiből ugye kettő, utóbbi kettő itthon. Erre mondtam én azt legutóbb talán a semleges térfélben, hogy a 9-ből legalább 7-et, de még talán a 9 sem ördögtől való, tehát hogy jó lenne annyit pontot begyűjteni. Én a három közül a Paks meccstől félek a legjobban. Valamiért az ő stílusuk rejti magában azt a játékot, ami nekünk nem ízlik, ez a visszaállok és bunkerfocit játszuk, és arra várok, hogy az ellenfél hibázon. Egyébként érdekes, de hasonlót játszunk mi is, csak mi nem parkoljuk be a buszt a kapunk elé, hanem azért próbálunk kezdeményezni is, de alapvetően azért a kontrafocit játszuk, ezt azért említsük meg, de ugye a Paks az a csapat, amelyiknek sokszor mondjuk, hogy gyakorlatilag semmilyen stílusa nincs, és tényleg ez az unalmas foci az ő játékuk. Szóval az ő stílusuk az szerintem nem fog feküdni nekünk, és emiatt kicsit félek attól a meccstől. A Haladás szerintem kötelező legyűrni a jelenlegi formájukban, tehát csalódott lennék, hogyha nem nyernénk. Pláne azért, mert azért mostanában elég sokszor törtek borsot az orrunk alá, úgyhogy ideje lenne most már kicsit visszavenni az arcukból egy 4-5 gólos győzelemmel, de megelégszek egy 1-0-val is, tehát ne legyünk tehetetlenek. Szóval, ahogy mondtam, 7-9 pont ezen a három meccsen, ebből három már megvan, a kupa meccs kötelező, és hát lesz még az a Fradi meccs idegenben, hát ott jó lenne egy pontot elcsípni, én azt mondom. Nagyjából most is egyetértek az elhangzottakkal, tehát a kupa meccs nem hiszem, hogy gondot okoz, a Haladás meccstől én is egyértelmű győzelmet várok. Paks meccs olyan szempontból vízválasztó lehet, hogy én is azt egy nehezebb összecsapásnak érzem, hát nem annyira fekszik nekünk a Paks játéka, de ha azt a meccset is meg tudjuk nyerni, akkor egy nagyon érdekes helyzet állhat elő, mert ha most a következő két fordulóban 6 pontot szerzünk, akkor az az érdekes, tehát hogy akkor az országos média is, meg itt a helyi szurkolók is hirtelen úgy fognak hozzáállni a Fradi Lokihoz, meg a Loki Vidihez, hogy ez bajnoki címért zajló meccs. Mert akkor, ha megnézzük, a következő két fordulóban lesz egyszer egy Fradi Újpest, és aztán egy mezőköves Fradi, amit mondjuk nyerni fog valószínűleg a Fradi, de azért a Fradi Újpest az mindig kétesélyes, még ha az Újpest nincs is annyira jó formában,
illetve lesz egy Videoton Puskás Akadémia és Újpest Videoton. Tehát ezért annyira nagyon nem könnyű a hátra, vagy a következő két meccse se a Vidinek, se a Fradinak. Tehát benne van a pakliban, hogy legalább az egyik, vagy akár mind a két csapatot pontot fog veszteni, vagy pontokat fog veszteni. Már pedig akkor a helyezések szempontjából tényleg azt lehet majd mondani, hogy ha esetleg meg tudjuk verni mind a két zöld-fehér csapatot, tehát a következő két meccset hozzuk, hogy, hogy itt a mondjuk az első helyért megy minimum rövid távon a küzdelem. Tehát az is egy érdekes kérdés, hogy lélektanilag ez mondjuk hogy hatna a játékosokra. Remélem van bennünk annyi realitásérzék, talán van, hogy érzik, hogy még nem feltétlen erre kéne fókuszálni, és nem, nincs egy bajnoki címre esélyes keretünk. De közben lehet, hogy ez egyébként önbizalmat is tud adni, és azt érezhetik, hogy jó, de azért megmutathatjuk magunkat. Tehát tényleg az egy nagyon izgalmas kérdés, hogy vajon ez az egész szituáció inkább önbizalmat ad majd a csapatnak, és feldobja a játékosokat még jobban, vagy esetleg görcsössé teszi a tétőket. Azt azért mi nekünk érdemes továbbra is látni, hogy, hogy nem az a realitás, hogy bajnoki címért zajló meccsek lesznek, de a helyezést alapul véve azért lehet azt mondani, hogy ezek nagy rangadók lesznek. Igen, hallgattam Bódinak a nyilatkozatát most a Mezőkövés meccs után, és olyan gondolatokat fogalmazott meg, hogy nem foglalkoznak a hosszú távú dolgokkal, mindig csak a következő mérkőzésre koncentrálunk, és így készülünk hétről hétre. Ez nekem azért tetszik, mert ha emlékeztek, még annak idején a veretlen szezonunkban Kondás Elemérnek volt ez az edzői hitvallás, hát minden meccs után meg meccs előtt ezt hallottuk tőle, akkoriban még nem a következő kérdést várta, hanem mindig ezt mondta el a riporternek, hogy ne kérdezze őt arról, hogy mi lesz a Videoton elleni rangadón, meg hogy hány pont előnyünk van, mert mindig csak a következő meccsre koncentrálunk, és akkoriban ez a mentalitás, ez tudjuk, hogy mit eredményezett. Na most nyilván ezzel nem arra akarok célozni, majd most idén is bajnokok leszünk, azért, mert ezt mondják a játékosok, meg így is gondolják, de mindenképpen ez a fajta felfogás kell, hogy uralja a csapatot. Azért akkor a veretlen évünkben sem gondoltuk volna, hogy nem azt, hogy veretlenül bajnokok leszünk, hanem hogy egyáltalán bajnokok leszünk, hiszen az azt megelőző szezonban 6. helyen végeztünk, és átalakult a teljes keretünk. Hát ugye most is hasonló volt az előzmény, hiszen 8. lettünk, és hát teljesen átalakult a keretünk. Nyilván azért picit másak az erőviszonyok, de azért egy ilyen kis párhuzamot mindenképp tudok vonni a két időszak között. Herceg András munkásságát ismerve szerintem a játékosok között nem merül fel olyan szinten a bajnoki cím sorsa, mint 2-3 sikeres mérkőzés után a legvehemensebb szurkolók körében. Ami Bódi lenyilatkozott, az egy nagyon jó hangzik, és remélhetőleg az edzéseken és minden olyan csapatprogramon ezt súlykolják beléjük, hogy tényleg csak a következő mérkőzésre kell koncentrálni. A haladás jelenleg egy olyan állapotban van az edzőváltás után, még ők is keresik önmagukat, feltétlenül meg kell őket verni a Nagyedei stadionba. Azon a kettős rangadón, ami nagy szívfájdalmam, hogy nem a miénk az esti mérkőzés, az úgy valahogy jobban mutatott volna. A Paks elleni meccstől pedig olyan meccsről, meg olyan meccsképet várok, hasonlót, mint ami a Balmazújváros ellen volt. Nem fog sziporkázni a játékunk, de nagy nehezen egy gólt begyötrünk, és a stabil védekezésünk, ami van a fordulók óta, az megmarad, és lehozzuk egy 1-0-val. Hát akkor a végére én maradtam. Egyszerű leszek, és mondok egy pontszámot, amit várok a három következő NB1-es találkozunktól minimum, az pedig 6, és nem tartom elképzelhetetlennek a hetet sem. Azt gondolom, hogy jelen esetben a haladást és a Paksot meg kell vernünk, akkor is, hogyha nagyon-nagyon nehéz lesz a Paks ellen játszanunk.
Az pedig, hogy utána a Grupa Marinában mi történik, az már egy másik történet, nagyon sok minden fog addig történni, és nagyon fontos lesz az, hogy minél több kulcsjátékosunk ismét felépül-e, és teljes csapattal tudunk-e majd menni az arénába, utána pedig lesz egy jó hosszú szünetünk arra, hogy majd felkészüljünk a Videóton elleni hazai mérkőzésre, és a hátralévő 4 őszvégi télelei mérkőzésre. Úgyhogy szerencsére bizakodhatunk, szerencsére azt várhatjuk, hogy most szombaton is jól játszik majd a DVSC, és reménykedhetünk benne, hogy ismét megszerezzük a 3 pontot. Hát nagyon-nagyon jó lenne minél tovább itt a dobogó közelében maradni, és tényleg elérni azt, hogy akár még a Videóton elleni mérkőzésünk is igazi csata legyen a dobogón. Ebben bízunk, és ezért szurkolunk mi is. Úgyhogy arra biztatunk titeket is, hogy gyertek el a 2-es rangadóra szombaton, és legyetek ott a Nagy Erdély Stadionban, hogyha tudtok. És akkor az utolsó kérdésem ez röviden, hogy hogyan gondoltok erre a 2-es rangadóra, jó ez vagy sem? Erről te beszéltél a semleges térfélbe, egyetértek veled, hogy ez egy ilyen nagyon hangzatos nyilatkozat volt, hogy hagyomány, felélesztés, meg micsoda szurkolói összefogás, blablabla, bla, bla. Maradjunk annyiba, hogy a Diósgyőrt sehol nem fogadták be, csak itt, és mivel mind a két csapat itthon játszik, ezért nem volt más megoldás, maximum annyit tudtak volna csinálni, hogy az egyik meccset átteszik péntekre, vagy vasárnapra, és akkor legalább nem egy nap van a két meccs, de ez így egy jó kis marketing kampányt lehetett meglovagolni, hogy két meccs egymás után, és akkor majd hú, de sok néző lesz, hát Szombathelyről jönnek, vagy 50-en, a Honvéd szurkolók jönnek szerintem azért egy ilyen 7-800-an, de lehet, hogy még 1000-en is, Diósgyőrből szerintem eljönnek max. 1500-an, és mi leszünk olyan, hát jó indulattal 4000-en, tehát ha ezt így összeadogatom, akkor olyan 7000 néző, ha lesz maximum, ami nem is az egész két meccs alatt, hanem elosztva, mert szerintem a Diósgyőriek nem fogják megnézni a mi meccsünket, a mieink közül pedig nem fognak olyan túl sokan ott maradni a második mérkőzésre, szóval ez a 7000 is csak kettőből fog összeadódni, úgyhogy nem lesz itt olyan nagy fiesta, mint ahogy ezt előzetesen beharangozták és várják egyesek. Valahol a két csapatnak a viszonya és a szurkoló táborok viszonya az előremutató és pozitív. Ettől függetlenül azért az a realitás, hogy nyilván engem is sokkal jobban érdekel egy Loki meccs, mint egy Diósgyőr Honvéd, bár most nem rossz lehetőség az, hogy ingyen meg lehet nézni, hogyha már valaki kijön a Loki meccsre. Tehát nem rossz az alapötlet, de az egyértelmű, hogy kényszerűség szülte. Olyan szinten meglátjuk, hogy mennyire tudják a maximumot kihozni majd belőle. Egy remek kezdeményezésnek tartom. Szépen el van adva a médiának. A háttér az úgy el van susmusolva, hogy ugye a Diósgyőrieket Mezőkövesden már nem fogadják be hosszú idő óta. Én azt mondom, hogy remélhetőleg jó idő lesz, és azért megnézik már csak az ellenfél feltérképezése véget is a szurkolók a másik mérkőzésre, Diósgyőr Honvéd összecsapást is. Ahogy már jobban mondta, én is elmondtam már a semleges térfélben a véleményemet. Röviden ennyi, hogy abból, ami helyzet adódott, abból szerintem ez egy nagyon jó dolog, úgyhogy nézzük a dolgok jó oldalát. Aztán, hogyha valakinek kedve van és eljött a DVSC mérkőzésére, akkor hát, ha ott marad és megnézi a Diósgyőr mérkőzéseit, már csak azért is, mert aki olvasta Anderson Céllövölde című görbetükör cikkét, ott ez is benne van, hogy milyen magas arányban lövik itt a gólokat, hogyha a DVTK játszik. Hogyha jól emlékszem, több mint 4-es gólarányjal rendelkeznek a itt játszó csapatok. 4,6-os a DVTK idei hazai pályás gólaránya, ami ugye a mi stadionunkra vonatkozik. Úgyhogy egy szó mint 100, így van, egy szó mint 100, gyertek el, szurkoljatok a DVSC-nek, aztán, hogyha megnyertük a találkozót, akkor maradjatok és nézzétek meg a azt követő mérkőzést is. Köszönjük a figyelmeteket, köszönjük, hogy ismét meghallgattátok ezt a heti 3-as adásunkat, reméljük, hogy tetszett nektek. Bármilyen kérdést, véleményt, gondolatot nyugodtan osszatok meg velünk, akár az adással, akár a bloggal, akár pedig a DVSC-vel kapcsolatban. A magam nevében én
Búcsúzom, itt volt velünk Juvefan. Sziasztok! Iceman! Még annyit fűznék hozzá, hogy aki teheti, vasárnap látogasson ki a Hódosba, a DVSC TVP női kézilabda csapatára nagyon fontos nemzetközi mérkőzésnek egy visszavágója vár, idegenben két gólos vereséget szenvedtünk a Lubin csapatától, közösen sikerülhet, szurkoljunk ott is a lányoknak. Hajrá Debrecen, sziasztok! Valamint Anderson! Sziasztok, köszönöm a figyelmet én, és hajrá Loki! Hajrá Loki, sziasztok!